elég jól ismerem, mert amikor még nem létezett, én már akkor is a Parador révén ismertem a céget, és utána, amikor jött ez a spátrend, hát már belefolytam, tehát ilyen természetes módon vezetődött át az egyikből a másikba, úgyhogy mondhatom, hogy a kezdete óta ismerem. Megmondom őszintén, hogy először könnyebbnek hittem a feladatot, mint amilyen valójában volt. Én igazándiból inkább vegyesen csináltam, tehát kialakítottam külön egy új recepciót. A kisebb tereket azt inkább a hátsó részben alakítottam ki, mert ennek a térnek a nagysága talán meg is kívánta, hogy ne bontsuk meg. Renzon pergola mögé egy ilyen növényfalat terveztem. A zöldet inkább így a növényzettel próbáltam, a többi meg ugye valamennyire adott volt, mert amilyen a termékek színe, amilyen a fal színe, tehát azokon ugye nem lehetett változtatni. Érdekes módon valóban, ahogyan a lakást, házat megtervezem, szinte már mindenhol kérik akkor, hogy meg kertbe is nyúljunk bele, mert azért egyre jobban átmegyünk abba, ami külföldön is trend, vagy talán jobban is benne vagyunk, mint amennyire kívülről látszik, hogy a kint meg a bent az úgy összefügg. A beltérnek a folytatása, úgyhogy úgy kell tervezni, vagy úgy jó tervezni, hogy mind a két részre odafigyeljünk. Kedvencem az a rozsdás külsejű, nagyon modern, de mégis talán tehát kicsit inkább ilyen régi ősi anyagokat idéző grill. Én ezeket a modernebb vonalúakat szeretem, de sokkal jobban alkalmazkodik hozzá, szerintem, egy modern vonalú bútor, mint kevésbé az, vagy nem tudom, én szeretem kevésbé az íveseket, de hát ez megint olyan dolog, hogyha az ügyfél azt szereti, akkor viszont maximálisan abba adok bele apait, anyait, hogy akármilyen stílusúból a legjobbat hozzam ki, amit lehet.